Sajnos az idei Forma 1 szezon nem életünk legizgalmasabb szezonja volt, de néha ilyen is kell. A csatorna is egy átmeneti évet élt meg, sok mindennel kísérleteztem, hogy meglássam, merre tovább 2024-ben. De ne ennyire előre, sziasztok, én Ádám vagyok, és a mai Forma egyszer egy videóban tekintsünk vissza 2023-ra, a csatorna szempontjából, és nézzük meg, mi vár ránk 2024-ben. Vágjunk is bele! Ez a videó a 71. feltöltésem 2023-ban a YouTube-ra, amiből egy volt sort, minden más rendes hosszúságú tartalom. Az egyetemen látszik, hogy mind megtekintés számban, mind a lájkok arányában azokat a videókat szerettétek a legjobban idén, amik nem az aktuális verseny hétvégékhez kapcsolódtak, hanem valamilyen f 1 köthető technikai témát mutattak be egyszerűen, mint például a lámpák, vagy az F1 tévés videó, vagy valamilyen f 1 köthető eseményt, helyszínt, mint például a valenciai, vagy az F1 kiállításos utamról beszámoló videóm. A lista végére megtekintés szempontból a pálya és csapatbemutató bemutató videók kerültek, a nagy és a clickbait videók pedig a középmezőnyben szétszorva. Viszont a visszajelzések alapján egyértelműen jó döntés volt a clickbait videókról visszatérni a standard futam összefoglalókra. De hogy egy picit a számokról is legyen szó, 2023-ban 762 szernéztetek néztetek Forma egyszer egy videót, ami azt jelenti, hogy több mint 53 ezer órát töltöttünk együtt, ami kicsit több mint 6 évnyi videó lejátszás volt a csatornán, amiért el sem tudom mondani, hogy milyen hálás vagyok. Ahogy köszönöm a pozitív és az építő jellegű visszajelzéseket is, bár idén sajnos a Forma egyszer egy Komment szekcióban is felütötte a fejét, időnként némi gyűlölködés meg trollkodás, de még mindig azt gondolom, hogy ti vagytok a legjobb csapat a Magyar YouTube-on, miattatok megéri videókat készíteni. Az énnek volt egy időszaka, amikor fokozatosan eltűnt a korábban megszokott hátterem. Ennek rém egyszerű oka volt, sajnos nem maradt már helye a stúdióban a régi szekrényemnek, amit így fel tudtunk használni máshol, és átrendeztem az egész szobát, majd elkezdtem zöld háttérrel kísérletezni, ami előbb-utóbb csak összeáll, és normálisan néz majd ki. Az egész mögött az áll, hogy a páromnak így ki tudtunk alakítani egy kis dolgozósarkot itthon, amihez tökéletes átmeneti megoldás volt a régi szekrényem térelválasztóként. No meg hamarosan költözünk a mostani lakásunkból, és brutális szelektálásba kezdtünk. Ez a zöld háttér egyébként izgalmas megoldásokra is jó lesz még, de egyelőre nem spilázom túl a dolgokat. Szóval pár hónapig még tuti ebből a dolgozóból készítem a videókat, de ha minden frankón megy, észre sem fogjátok venni, mikor költözünk. És hogy mire számíthatok 2024-ben? Az unalmas szezonnak és a végtelen sok futamnak köszönhetően így decemberre egy picit elfáradtam, bár attól nagyon messze vagyok, hogy Tehernek éljen meg a videózást, de a futamfelvezető és összefoglaló videók rendszerét mindenképpen újra kellett gondolnom, mert az utolsó hétvégéknél már azt éreztem, hogy nem nagyon van miről beszélni. Az elmúlt hetekben el is kezdtem kitalálni egy új struktúra alapjait, amit szerencsére az idei nézettségi statisztikák is szépen alátámasztottak. Így az a csodás helyzet állt elő, hogy a gombhoz vart kabát még a végén jó lesz, és nem csak én fogom újra teljes mértékben élvezni a Forma 1 egyes tartalmak készítését, hanem nektek is tetszeni fognak. Szóval jövőre visszakanyarodunk a gyökerekhez, és a rendszeres videókban az ismeretterjesztés lesz újra a középpontban, a Forma 1 köthető témák közérthető feldolgozása, helyszínek bemutatása, szabályok boncolgatása, viszont ezek nem csak 5, 10 vagy 15 perces videók formájában fognak érkezni, hanem lesznek rendszeresen sortok is. No de akkor mi lesz a csapatbemutatókkal, meg hétvégi felvezetőkkel, meg a futam összefoglalókkal? Az évelei csapatbemutatók Biztosan sortok lesznek, hiszen túl sok változás nem lesz jövőre 2023-hoz képest. Készülnek majd hosszabb bemutatók a pályák történetéről, adottságairól, érdekességeiről, de ezek az év során szétszórva, és főleg az izgalmasabb helyszínekről, a hétvégi felvezetők pedig szintén sortformában fognak érkezni, menetrendekkel meg hasonlók. A korábbi évek futamösszefoglalóitól viszont búcsúzunk. Lesznek viszont helyettük élő kibeszélők, amiket a terveim szerint nem egyedül fogok készíteni, viszont az, hogy kivál az egyelőre legyen titok, de az tuti, hogy ti is aktívan beleszólhattok majd a műsorokba. Az F1 Hálás együttműködés is folytatódik, szokásosan hétfőnként este kilenckor követhetitek azokat a versenyeket, amiket én is kommentálok, és aki már látott ilyet, az pontosan tudja, hogy a jelenlétem leginkább a nagyon rossz szóviccekre és a jelentős agyzsibbasztásra koncentrál, míg a mindenkori kommentátortársaim valóban érdekes dolgokat mondanak. És végre érkezik a várva várt merchbolt. Az Polo-val együttműködésben januárban elindítjuk az első kollekciót. Super cuccok lesznek, limitált példányszámban, időről időre megújuló mintákkal, én már nagyon várom. Játék streamre viszont az F1-24 megjelenéseig, nem érdemes számítani. Akkor pedig majd elválik, hogy érdemese vele foglalkozni, de ehhez valami nagyot kell gurítani a Codemastersnek. Minden vannak még izgalmas terveim, de egyelőre nem szeretnék előni minden puskaport, viszont 2024 legnagyobb durranása, legizgalmasabb újítása és számomra a legtöbb kihívással járó lépése is az lesz, hogy elindul a forma egyszer egy angol testvércsatornája, ahol az előbb felsorolt tartalmak nagy részével találkozhatok majd, csak angolul, fincsi kelet-európai akcentussal. Szóval januártól úgy újul meg a csatorna, hogy valójában visszatér az alapokhoz. Ennek köszönhetően a régi követők találkozhatnak majd új köntösben feldolgozott régi tartalmakkal, de teljesen új, izgalmas videók is jönnek majd. Azt pedig mind csak remélni tudjuk, hogy a 2024-es szezon több izgalmat tartogat majd, mind a 2023-as. Január első hetében találkozunk a már megszokott hülye statisztikás gyűjtéssel, addig iratkozzatok fel, meg like, meg tudjátok minden, ami ezzel jár, és nagyon kellemes karácsonyt, boldog új évet! Szevasztok!